Jelentős előrelépést hozhat a láthatatlan betegségnek is nevezett ADHD-s, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral küzdő betegek életében a Békés Vármegyei Központi Kórház pszichiátriai gondozója által elindított ADHD ambulancia. Ilia Katalin gondozó vezető főorvos elmondta, az ADHD-t évtizedekkel ezelőtt csak gyermekeknél állapították meg, de még pontos diagnózis sem létezett, Ma pedig már tudjuk, hogy ez egy különálló betegség, mely a felnőttek életét is megkeserítheti hogy mivel Budapesten is Kecskeméten működik jelenleg ilyen ambulancia, ahova Budapesten két és fél év, Kecskeméten egy év az előjegyzés, feltétlen szükséges, hogy a megyében levő betegek, vagy akik azt gondolják, hogy ilyen panaszokkal, tünetekkel küzdködnek, hamarabb kapjanak időpontot arra, hogy egyáltalán a diagnózist felállítsuk, ugyanis nagyon jó terápiás eredményeket lehet most már elérni, gyógyszerrel, pszichoterápiával kombinálva. Az utóbbi évtizedekben egyre többet lehetett hallani erről a betegségről, mely sok esetben felnőtt korban mutatja meg magát. Hazánkban egyenlőre kevés helyen végeznek ezzel kapcsolatos kivizsgálást, a gyulai gondozó felé is sok megkeresés érkezett, így az idén megalakuló ADHD ambulancia gyógyszeres és pszichoterápiás segítséget is kínál az érintettek számára, de mindezekre egy előzetes kivizsgálás, információgyűjtés után kerülhet sor. Ami után nyilván aztán tudunk dönteni arról, hogy kombinált terápiás Lehetőséget ajánlunk a betegnek, ami azt jelenti, hogy vannak kiváló gyógyszerek, amik tudják tompítani az idegrendszernek azt a hiányosságait, amivel jobban tudja figyelmét tartani, az indulatait moderálni, a mindennapi aktivitását jobban összerendezni a páciens. Hogyha nem olyan súlyos a tünet együttes, akkor előfordulhat, hogy, hogy csak pszichoterápiás módszerekkel tudunk segíteni vagy segítünk. Egy előregedő társadalomban egyre többen küzdenek szellemi hanyatlással, ez pedig nagy problémát jelent. A demencia esetén a kórházban a diagnosztika és a gyógyszeres terápia megoldott. A pszichiátriai gondozó most fejlesztő foglalkozásokat ajánlott a betegeknek. A memória tréninget a 65 év feletti páciensek számára szervezték. Ez egy olyan csoportos terápia, ahol a páciensek megjelennek és felmérjük őket. Mindenféleképpen történik egy orvosi vizsgálat elsősorban, illetve egy demencia vizsgálatot, tehát egy pszichológiai vizsgálatot végzünk, és hogyha úgy látjuk, hogy a csoportban alkalmas lesz a páciens, akkor betesszük, illetve időpontot adunk nekik. Ezek általában a napokként egy órától szoktak lenni a fenti nagy tanácskozóterembe. Különböző feladatokat szoktunk adni a pácienseinknek, például szodokút, memóriafejlesztést, szókincsfejlesztés, vagy szótalálási feladatokat, tehát minden olyan feladatot, ami az ő kognitív funkcióikat tudná valamilyen szinten elősegíteni. Az agyi elváltozásokkal járó demencia nagy mértékben rontja a páciensek életminőségét. Ez a foglalkozás viszont sokat segít a kezelésében, és a demenciával gyakran jelentkező társult betegségek tüneteinek enyhítésére is alkalmas.